ismét csatlakozhat az iráni atommegállapodáshoz az Egyesült Államok. A nemzetközi egyezményt az előző amerikai elnök Donald Trump mondta fel, és újabb szankciókat hirdetett Teheránnal szemben. Erre válaszként Irán is kivonult a megállapodásból, és nem tartotta be a benne vállaltakat. A tervezett amerikai lépés hírére az iráni külügyminiszter a Twitteren reagált. Mohamed Javad Zarif azt írta, ha minden Trump által elrendelt szankciót megszüntetnek, akkor Teherán is visszavonja az erre válaszként adott intézkedéseket. Az EU vezetői folyamatosan próbálták életben tartani a 2015-ben kötött megállapodást, de a brit külügyminiszter szerint még dolgozni kell azon, hogy visszatérjenek az eredeti atomegyezményhez. Szerintem a Biden adminisztráció egyértelmű elköteleződést mutat abban, hogy ismét felvegye a diplomáciai kapcsolatot Iránnal, és hogy újra élesze a nemzetközi atomegyezmény. Az, hogy Irán eközben azzal fenyeget, hogy nem tartja be a nemzetközi atomenergia ügynökség ajánlásait, az nagyon aggasztó. Annál több okunk van arra, hogy összefogjunk és adjunk új lendületet a diplomáciának, mondta a brit külügyminiszter. Az Egyesült Államok szándékát jelzi, hogy a Fehérház kijelentette, az újra életbe lépő atomegyezmény segíthet az iráni iszlám köztársasággal meglévő kapcsolatok további fejlesztésében. Túl akarunk lépni a 2015-ös megállapodáson, meghosszabbítani, megerősíteni és tovább lépni más területekre az Iránnal való kapcsolatunkban, mondta az amerikai külügyminisztérium szóvívője. A meglévő feszültségek azonban egyelőre ettől még nem oldódtak fel. Teherán azzal fenyegetőzik, hogy február 23-a után kitiltja az országból az ENSZ atomellenőreit, ha Washington addig nem oldja fel a szankciókat. A megállapodás felújítása tehát hiába került közelebb, a felek közötti ellentét még nem enyhült.